Fergeteges hangulatban telt és nagy érdeklődés övezte a harmadik hódfutó fesztivált vasárnap, amely a közlekedés biztonsági nap kísérő rendezvényét képezte. Közel 600-an álltak rajthoz, több kategóriában, 500 métertől egészen a félmaratonig. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a hódfutó fesztivált a belváros szívében. Az eseményt annak idején azért hívták életre, hogy sportolási lehetőséget biztosítsanak a vásárhelyi, illetve a környékbeli futóknak, és népszerűsítsék az egészséges életmódot. Honmezővásárhely az utóbbi időben az egészséges vásárhely programhoz kapcsolódóan meglehetősen komoly fejlesztéseket hajtott végre a sport infrastruktúra terén. Ilyen volt például a Gyarmati Dezső úszodának a bővítése, vagy a hótói futópálya megépítése, és a különböző pályáknak a létrehozása, valamint kiemelten a stadionnak a rekonstrukciója, valamint a vívó és ökölvívó centrum. Sorolhatnám még, hogy milyen szabadidő sportot űző helyek vannak a városba, mindez a vásárhelyiek egészséges életmódját kívánja elősegíteni. Az esemény gyermekek és felnőttek számára egyaránt lehetőséget biztosított, hogy több kategóriában, egyéniben és váltóban is teljesítsék a távokat, 500 métertől egészen a félmaratonig. Az 500 és 1000 métert a Kossuth téren tették meg a rajthozállók, a nagyobb távokat pedig a kertvárosi kerékpárutakon futották le a résztvevők. A vasárnapi tömegrendezvény egy egész éves programsorozatba illeszkedett. A Hódfutó Fesztivál minden évben a Hódmentor legnagyobb rendezvénye, de ezen kívül rendezünk tájfutó, illetve terefutó versenyeket is. Bővebb információt a hódfutófesztivál.hu oldalon, illetve a hódmentor.hu oldalon találhatnak az érdeklődők. A szervezők, a támogatók és az önkéntesek mindent megtettek annak érdekében, hogy a rendezvényre kilátogatók igazán jól érezzék magukat vasárnap délelőtt. Sőt, a megmérettetés összesen 18 verseny kategóriájának legjobbjai érmekkel és értékes jutalmakkal térhettek haza.